cél, hogy ide végig kell húznia, és be... Gyerünk! Elindul, fiakon kell taposni. Meg lehet! Ott az is! 3-2-1! Gyerünk! Gyerünk, az elejét kell taposni, utána jön már szépen. Gyere, már nem sokan a félünk. Gyerünk! Ott a vége! Srácok, harmadik helyezést értétek el a mai napon. Ugye újonc páros vagytok, az öreg Róka és a fiatal tehetség. Csabi, hogy élted meg ezt a mai napot? Túléltük, nagy reményekkel jöttünk, nem számítottunk egyáltalán erre. Amikor megérkeztem, beszéltünk, hogy azt se tudtuk tulajdonképpen, mik lesznek a versenyszámok. És az volt a cél, hogy tök utolsók ne legyünk. A versenyszámok, amikor megtudtuk, hogy mik lesznek, egy volt, amitől nagyon tartottunk, a kofferlengő, mert nagy volt a súly is, és így készületlenül ez azért váratlanul ért, hogy ekkora lesz a súly benne. Azt be is nulláztuk, tulajdonképpen utolsók lettünk benne. A többibe viszont mindegyikben meglepetést okoztunk saját magunk számára. Zsolti, te már indultál páros verseny, vagy ez volt az első? Számomra ez volt az első ilyen verseny. Hála Isten, kifejezetten jó sikerült. Így, hogy párosban indultál, nagyobb volt rajtad a nyomás mind egyénében, mert egyébként is ugye tulajdonképpen nem olyan régóta versenyzel. Hát az elején igen, de aztán jött a verseny, jöttek a versenyszámok, ha felvettem a ritmust, utána már ment könnyedén. Így már végig csináltam, hogy jól is egyedül.
Szerint Józsi! Gyeri, békán volt a Kriszti! Lehet szurkolni a versenyzőnek! Gyeri, gyerünk tovább! Ez az! Srácok, másodikak lettetek, viszonylag már egy összeszokott páros vagytok. Hogy sikerült ez a mai nap? Én jónak értékelem ezt a mai napot. Még volt egy kisebb sérülésem az első versenyszám után, itt a sípcsontom mellett ízom meghúzódott, vagy begörcsült, most nem tudom, mindegy, fáj. Ez kihatása volt az egész versenyre, de amit tudtam, beletettem, én úgy érzem. Az utolsó versenyszámot kihagytátok. Ott már azért hagytátok ki, mert már nem tudtátok a másodikat elveszíteni, vagy a Pisti sérülése miatt? Hát mondhatjuk, hogy is megnéztük, hogy hogy állunk a ponttáblázaton, és nem akartuk kockáztatni, hogy nagyobb sérülése legyen neki. A második hely fix volt, úgyhogy így nem számított már semmit. Hát mondhatjuk azt, hogy az erős ember szám az itt fekszik nekünk, ahol elment a mai nap ugye az a felföldi, az is miattam, és pont ezért tettünk bele mindent, mert az erős ember mindenkihez közel áll, és azt tudtuk hozni, úgyhogy maxot beadtunk. Jadom alá, kicsi Viktor felé. Lépj ki, Viktor! Stefán, sikerült megvédened a bajnoki címedet csapatban, csak most egy csapattárs cserével. Erre számítottál a mai napon? Hát nem voltam benne biztos, hogy meg tudjuk nyerni a versenyt, de számítottam rá, hogy nagy közelem árán talán be tudjuk húzni az első helyet, és sikerült. Dávid, milyen volt Stefán oldalán küzdeni az első helyért? Nagyon jó. Végre nem a Stefán ellen voltam, már általában mi egymás ellen szoktunk így kettőnk közt versenyezni, úgyhogy most jó érzés volt, hogy végre együtt versenyeztünk, nem egymás ellen. Bocúzásban gyakorlatilag senki meg se tudott szorítani. Ezt így tervezted? Mondjuk azon meglepődtem, mert azért nem mostanában húztam botot, úgyhogy az nekem egy meglepetés volt. Szintúgy nálad ugyanez volt a körbön kitolásnál, hogy nem igazán bírtak el veled, de ez neked mindig menni szokott. Igen, de nyilván benne van a pakliba, az is azért a súlyom, az biztos, egy biztos támpont, meg segítség ugye az ellenféle szembe, akik nyilvánvalóan sokkal könnyebbek, mint én, lévén én vagyok a legnehezebb a csapatban, de azért figyeltem is, nem, tehát figyeltem arra is, hogy bármennyivel könnyebb anyag az ellenfelem, de beladtam mindent, nehogy meglepetés érjen, hiszen jártam már úgy, ha esetleg emlékeztek rá, amikor a Lemke Petivel, nem, de Lemke Petivel húztam, ha jól emlékszem, sokkal könnyebb, mint én, és egy rossz botlás is elég volt ahhoz, hogy mondjuk roncsak egyet.